Szervusztok, kedves hallgatók! Az önkényes mérvadó a héten utoljára, és utoljára a Monpark bevásárlóközpontból. A kitelepülés ma véget ér. Nyári Gábor, aki állandó pénteki vendégünk, ma nem tud itt lenni velünk, egyrészt a mikrofonok száma, másrészt pedig a virulens vírusok miatt. Viszont küldött egy üzenetet minden rajongójának, amely nem csekény szám mostanra. A múlt héten 4-ről dobbantott, és eljutott a 60-as értékre. Ez nagyon nem kevés. Mindannyian irigykedünk, mert azt érezzük, hogy ez egy 14-szeres ugrás. Tehát ilyen mértékű népszerűség növekedésre nekünk nincs esélyünk. A Gábor óvodai vírus miatt nem tud ma itt lenni, és azt üzeni, hogy kedves követőim, 60-an vagyunk. Leninék és a Sörpus végrehajtó is lehettek többen. 60 követő hatalmas felelősség. Tudom, mi a kötelességem. Természetesen nem hagylak titeket tartalom nélkül. A műsor végéig kérlek tájékoztassatok arról, hogy mivel szórakoztassalak benneteket. A hétvégén szeretteim körében elfogyasztott ebédünkről szóló képekkel, a vicces számotokra is komoly tanulsággal bíró, a világháló népe által készített gifekkel, vagy a közélet fonákságairól alkotott frappáns közlésekkel, úgynevezett aranyköpésekkel, bombonokkal. Bomónokkal. Bomónokkal? Igen. Köszönöm. Köszönettel, igen. Nyári Gábor. Hát Gábor majd jön jövő héten. Az a én számomra tanulságos az üzenetből, hogy a nyári itt reflektál a lájkoknak meg a celebeknek a viszonyára. Hogy a celeb az tulajdonképpen egy like érzékeny felület. És a celeb az ennyi, az nem több. És nem is kell, hogy több legyen, sőt nem is szabad, hogy több legyen. Mert ha ennél több, akkor nem lesz belőle amerikai elnök. Ez egy fontos tanulság. Arról van szó, hogy nem képviselhetsz semmit, ami a közönségnek az ízlésével nem egyezik, vagy ami a közönségnek az éppen aktuális szeszélyével nem egyezik. Ugyanakkor mindent meg kell jelenítened, mindent meg kell valósítanod, mindent képviselned kell, ami a tömegnek az ínyére való. Ezt tehát, csinálja jól a Gábor? 60 követőnél már ennyire tudatos, hogy megkérdezi, hogy az ebédje menjen fel, vagy a horvátországi nyaralása? Ne, azt a 60 követőt se a szél fújta össze, azok nem véletlenül gyűltek így össze. A Gábor ezt nagyon-nagyon tudatosan, nagyon-nagyon módszeresen, nagyon profi módon csinálja. Én Kassa Tibi helyében egy kicsit most beremegnék. Tehát azt mutassatok érzem, hogy... még egy embert ebben az országban, aki a 14-szeresére tudja növelni a követői számát egy hét alatt. Ne, tehát, hogy arról van szó, hogy ki kell szolgálni. Minden körülmények között ki kell szolgálni a tömegnek a tetszését. És csúszni, mászni az emberi ürülékben és málnaszörben az Ezek megőrültek című műsor helyszínén. És mindet, tehát ténylegesen, amikor a tömeg azt óhajtja látni, hogy a sztár nagyszerű és hatalmas, akkor azt el kell játszani neki. És hogyha ő azt akarja látni, hogy a sztár mégsem nagyszerű és hatalmas, csak olyan, mint mi, egy közülünk, akkor azt is el kell játszani. És hogyha az a cél, hogy a sztár az még csak nem is olyan, mint mi, hanem sokkal alávalóbb, akkor azt is el kell játszani, és akkor alá kell szállni. Az a lényeg, hogy bármit, amit a tömeg óhajt, azt ezüsttálcán kell kínálni neki, és hogyha még nem is tudja, hogy mit óhajt, azt kínálni neki, akkor a tömeg egyszerűen elélvez. Olyan, mintha a gépontja meg lenne érintve, és egyszerűen nem bír magával, az összes testnyílásán keresztül ömlik minden nemű váladék, és ő maga egyszerűen csak rátapad a like gombra, és a sztár megigazul. Gábor tudni fogja, vagy fogja tudni hozni a legalsó szintet, az alja szintet? Én azt gondolom, hogy igen. Én Mert azt gondolom, ő egy alkalmas sztár. Minden tud, amit ebben a szakmában tudni kell. Én azt gondolom, hogy minden tud, amit Kassa Tibi tud. Sőt, mert az az igazság, hogy a Kassa Tibi ebben az országban Kassa Tibi a leglájkérzékenyebb felület. Tehát valami több mint 800 ezeres Facebook oldala van. Tehát a Kassa Tibi, ő kifejezetten az, aki tökéletesen tud lájkokat maximalizálni. Amikor elmegy az egyetemekre, ott is azt magyarázza, hogy hogyan lehettek még lájkérzékenyebb felületek. Hogyan tudtok még több lájkot összegyűjteni? Mi a titka Kassa Tibinek? Az a titka, hogy minden pillanata
amit eltölt a nyilvánosságban, az lájkokat maximalizál, tehát 0%-ig megosztó. Az a lényeg, hogy ő semmit nem képvisel, amivel esetleg bárki nem ért egyet. Ezért aztán egyetlen közlésének sincs tétje. Tehát ez a habkönnyű pillanat, a szelfizés, a beavatás az irigyelt sztár érvénytelen és érdektelen és lényegtelen és jelentéktelen hétköznapjaiba. Tehát annak az élménynek a megadása, hogy te Kassa Tibinek az egyik spanja vagy, az egyik haverja vagy, és bármilyen ócska szóvic jó alkalom egy frissítésre. És hogy valójában arról van szó, hogy beemel minket abba a habkönnyű, érdektelen és érvénytelen valóságba, azokba a hétköznapokba, és azt gondolná az ember, hogy ez nem érdekes, miért is követnénk. Pedig a lájkvadászatnak nem ez a szabálya, hogy miért is követnénk, hanem az, hogy miért is ne követnénk. Nem annak az okát keressük, hogy kövessünk valakit, annak az okát keressünk, hogy ne kövessünk valakit. És a Kassa Tibi ilyen okot egyszerűen nem ad. Nem sok okot ad, hogy kövessük, de nulla okot ad, hogy ne kövessük. Ezért van 860 ezer lájkja, vagy mennyi, de arról van szó, hogy ő tényleg senkit nem taszít. Nem nagyon vonz senkit, de a lájkok könnyen röpködnek. A lájkoknak a működése az nem az, hogy az emberek okot keresnek, hogy lájkoljanak. Arról van szó, hogy az emberek okot keresnek, hogy ne lájkoljanak, és ha nem találnak ilyen okot, akkor lájkolnak. Ezt Kassa Tibinél jobban senki nem tudja. Ennek megfelelően a Kassa Tibinek semmit nem kell csinálnia, csak el nem riasztani azokat, akik lájkolni akarnak. Jó, mindent megtudtunk, Robi. És jönnek, és röppennek, és Kassa Tibi lesz a legnépszerűbb, ahogyan ebben az országban a legnépszerűbb celeb Kassa Tibi. Ha a nyári rámegy a Kassa Tibinek a 10 parancsolatára, akkor viheti valamire. Én azt szeretem a nyáriban, hogy miután a múlt héten 4 követője volt, most meg már 60 darab van, azután sem változott meg. Nem? Nem szárt el az agya. Az igazság, hogy megmaradt azóta ugyanaz egy közülünk. Én nem tudom, én még nem találkoztam vele azóta. Az igazság, hogy a nyári már nem ugyanaz. Lehet, hogy azért nem jött ma. Ez már nem az a nyári. Az a nyári volt az igazi, amelyiknek még 6 lájkja volt. Ez a 40 lájkkal, vagy mennyi, 60? Az igazság, hogy elszállt. Elszállt a lájkjaival együtt. Rohadjon meg. De nem, meg az az igazság, hogy ez most már lepaktált a Facebookkal, a Zuckerberggel, lepaktált a multikkal, most már szponzorai vannak. Ez az egész nyári, az az igazság, hogy most, hogy megszaladt, ez már nem az a nyári, az alter nyári, a 6 lájkjával, vagy 4 lájkjával, az volt az igazság, az volt a hőskor. Én fekete album előtti nyári Gáboros vagyok. Ha már a webszemétről szó volt, mert azt hiszem, hogy arról beszélgettünk az előbb, akkor beszéljünk az igazi szemétről, és arról a megszentesített pillanatról, amikor egy-egy ember úgy dönt, hogy a szemetet nem kidobja, hanem gyűjteményt és tárlatot készít belőle a kis kolóniás szekrény sorának a tetejére. Ilyen tárgyakat szeretnénk tőletek is gyűjteni, 06302010909, például a szekrény sor tetején sorakozó sörös dobozok. Ez Kelet-Európa, tehát ez szerintem nagyon Kelet-Európa. Ez Balkán, ez perifériás működés, hogy van valamink, amit már elhasználtunk, de olyan csini, olyan nyugatias, tehát olyan, hogy mondjam, tehát hogy már elfogyott a parfüm, de hát az üveg gyönyörű. Egy hát ilyen nem dobjuk világra ki. Készülünk, hogy hát ha megint nem lehet majd kapni, és akkor legalább a doboza megmaradt, majd nem, abból iszom a vizet. Nem, arról van szó, hogy nem tartjuk magunkat annyira, mint a kiürült parfümös doboz. Tehát arról van szó, hogy mi a parfümért vettük a parfümös dobozt, a parfüm már elfogyott, vagy a parfümös üveget, bár már elfogyott a parfüm, de az üveg olyan gyönyörű, nem dobhatjuk ki, mert túl jó. Tehát de egyszerűen... még ha az üveg, Robi, a dobozt meg szokták tartani, amit a vásárlás pillanatában kellene kidobni, és valakinél sorakoznak a parfümös dobozok, mert megemlékezik életének arról az évéről, amelyben nem sziszegős dezodort használt. És így fél attól, hogy jövőre már ez nem fog így menni. De szerintem ez azzal függ össze, hogy ez a parfüm, ez nem a mi egzisztenciális helyzetünkhöz tartozó termék. Tehát ezt mi nem engedhetjük meg magunknak. Azért őrizzük meg az üvegét, mert tudjuk, hogy ez túl jó parfüm nekünk, túl jó parfüm volt, ezért miután kiürül, az üveg, az talán már épp elég jó nekünk. Parfümmel már túl jó volt. Kicsit ilyen busmanos ez, nem?
mintha az istenek a fejükre estekben lennék, hogy ők kólát nem láttak, de az üvegköré tudtak építeni egy mítoszt. Arról van szó, hogyha mi ezt a parfümöt megengedhetnénk magunknak bármikor, vagy ezt a viszkit, aminek a fémdobozát megtartjuk. A viszkis fémdoboz az tipikusan egy ilyen tárgy. Ugyanilyen. Amit a szekrénysor tetejére fölteszünk, vagy a vitrint gazdagítjuk vele a népkutyák mellé. De nem érezzük azt, hogy mi nekünk ez a viszki, ez jár. Ha azt érezzük, hogy nekünk ez jár, és ez egy hétköznapi dolog, vettem egy viszkit, megittam, ennyi, akkor simán kidobjuk a dobozát. De mi azt érezzük, hogy az az igazság, hogy mi hozzánk nem ez a viszki tartozik, hanem mondjuk a Peter Paul brandy. De lett egy ilyen viszkink. És most ez a viszki, ez több önmagánál, ez a viszki, ez reprezentál minket egy magasabb szinten, mint ahol állunk. Ezt évekig fel lehet tölteni valami olcsóbbal, igen, ha vendégek jönnek. Sokkal fontosabb nekünk, mint a benne lévő viszki. Ez jelent valamit, ez képvisel valamit, és ezért aztán meg lehet tölteni mindenféle csetresszel. Mi azt mondjuk, hogy hát ez egy hasznos doboz, de valójában mi nem a doboz funkcióért tartjuk meg. Mi reprezentálni akarunk nem is másoknak, magunknak. Őrizni akarjuk magunkról azt a képet, amikor még Ballantines, meg Jim Beam, meg Johnny Walker viszkit ittunk. 0-30-20-10-9-09, mik ezek a szekrénysor galériát ihlető tárgyak a magyar háztartásokban? Írjatok ilyeneket nekünk. Olyan tárgyakat keresünk, amelyek a lakásainkba beveszik magukat, és ahelyett, hogy a szemétbe kerülnének, vagy meg se vettük volna, gyűjteményt képezünk belőlük. Írja nekünk Lilla, hogy ilyenek például a színes magazinok. Színes, ugye ezt külön ki kellett emelni mondjuk egy 20-25 évvel, katalógusok, ezeket nem dobjuk ki, 83-as bármi, az jó, ha megvan még, ki tudja, mikor lesz rá szükség. Illetve szállodai szappan eltulajdonítások, és azok soha ki nem bontása. Igen. Koncertjegyek, fesztivál belépők, fesztivál karszalagok fenthagyása 9 éven keresztül, ez a jelenség is ismerős szerintem. Én valamiért képeslapokat gyűjtöttem, és végül nem esett nehezemre egyben kidobni az összeset. Otto katalógus. Nagyon jó. IKEA katalógus. De 91-ből. Nem, Kvelle. Kvelle! Kvelle katalógus. De kemény, tényleg. Igen. Azt írja, az unokatesóm szalvétákat gyűjtött, de nem használtakat. Hadd írjam ezt jóvá neki, és azt írja nekünk Anett a Facebookon, hogy pont tegnap mesélte valakinek, hogy régebben egy erre rendszeresített füzetben gyűjtötte azokat a kis matricákat, amik a banánra vannak ragasztva. Ő ezt gyűjtötte. Én is gyűjtöttem és egy időben. Ezt? És ráragasztottam a villanykapcsolókra. De miért csináltad ezt, vannak, Robi? Nem tudom. Kinek nem volt tudom, ez úgy jó? Úgy voltam vele, hogy a... De nekem. Nem tudom. Jó, nem mondjuk tudom, a banán az nagyon nagy menőzés volt. Igen, nem tudom, valahogy úgy azt éreztem, hogy ez még egyfajta, és hogy ez így már egy lassan egy gyűjtemény. Nem tudom, tehát van az emberben egy ilyen gyűjtő ösztön. Kész lett végül? Meg lett a 100? Az összes Pokémon valami? Szerintem ez ugyanúgy nincs összes, mint ahogy fekvőtámasz volt. Tehát, hogy nincs, sosincs meg az összes, mert ez nem egy Nutra album. A Chuck Norris meg tudja csinálni. Neki igen. Megvan az összes banánmatrica. Igen. Te senki vagy hozzá képest, Robi, azt kell ebben felismerni. Kénytelen vagyok. És Anettnek se sikerült. Beolvasni az egyik üzenetet, ami kifejezetten neked szól. Oszi, azt mondtad, te tartasz el embereket? Arra nem gondoltál, hogy neked dolgoznak és téged tartanak el? Kérdezi a kedves hallgató. Nem. Azért nem, mert a saját munkámból teszem be a hiányzó pénzeket. Értem. Miért ragaszkodunk ezekhez a tárgyakhoz? Miért érezzük azt, hogy egy tárgy több, mint a funkciója? Mert itt arról van szó, ezekhez a tárgyakhoz nem azért ragaszkodunk, mert használni tudjuk őket, ez hazugság. Azért ragaszkodunk hozzá, mert ezek a tárgyak, ezek jól reprezentálnak minket, jobban, mint amennyire mi úgy érezzük, hogy ezek nélkül a tárgy nélkül reprezentálódnánk. Tehát szükségünk van ezekre a tárgyakra, szükségünk van az üres viszkis dobozra, mert nem holnap fogok tudni egy ugyanilyet venni. Ha holnap fogok egy ugyanilyet venni, akkor nem tartom meg, akkor tuti nem tartom meg. Igen, úgy érzed, hogy ez olyan, mint a nászút mondjuk, hogy most eljutottál a világ másik felére, de nagyon össze kellett szedned magadat, vagy 3 évig fizeted, vagy nem tudom. És valakit ilyen viszony fűz a sörös dobozhoz. De bizonyos műszaki cikkettől sem tudunk megválni. Egy televízió készülék az nem kerülhet a szemétbe a legtöbb esetben. Ahány szobád van,
annyi televíziókészüléket még tudsz a lakásban tartani. Nem? És mi van akkor, hogyha van egy plazma tévé a WC-n? A 90-es években minden, hogy mondjam, polgári otthonban minden szobára jutott egy tévé. Én ezt figyeltem meg. Bár már akkor is voltak ilyen teljesen elvetemült akadémikusok, akiknek nem volt tévéjük, de az akkor még elég ritka volt. Tehát az akkor még akkor nem az egy... menő volt. Igen. De mostanra az ma már egy virtussá vált, hogy nekem nincs tévém. És a nem tudom, nincs tévém. Tudod? És amikor a felelősség alól ki kell bújni, tehát amikor így megkérdezik tőled, hogy és mit szólsz ehhez a borzalomhoz, ehhez a gyalázathoz, stb. És akkor azt mondja, nem tudom, nincs tévém. Mintha ez felmenteni őt az alól, hogy ő neki ebben az országban a közkultúráért, vagy a nyilvánosságért bármiféle felelőssége volna. Milyen egyéb tárgyak vannak még? Üdvözlőlapok, én ezeket néhány éve, mondjuk egy 6-8 éve azonnal dobom ki. Tehát nagyon örülök, hogy gondoltak rám. Értem, hogy karácsony van, de ha az összeset eltenném, akkor tudom, hogy milyen gyűjtemény lenne belőle. Csak tudod, nem úgy mondják, hogy nem tudom, sajnos nincs tévém. Tehát nem úgy mondja, hogy nem tudom, hát nincsen tévém, hát most mit csináljak, majd átmegyek, lehet a jövő héten a sógoromhoz és megnézem. Tehát nem ez a magyarázkodás. Fel sem merül, hogy elfogyasztaná azt a tartalmat, hanem rögtön kiiratkozik a beszélgetésből, nincs, és nem is lesz tévém. És az se érdekel, ami abban előfordulhat. De ebben, hogy ő kihúzza magát, és azt mondja, hogy nem tudom, nincs tévém, ebben tudod, mi van benne? Hogy te vagy a felelős a Berki Krisztiánért, mert neked van. Ha mindenki olyan lenne, mint ő, ha mindenki róla venne példát, és senkinek nem lenne tévéje, akkor nem lenne Berki Krisztián. És az egész probléma megoldódna. Ő már megtette az első lépést. Igen, most már csak ránk vár, hogy kövessük az ő példáját. Tehát valóban... Jövő héten már 60-an követni fogják ezt is. Sőt, akkor sem lenne Berki Krisztián, hogyha mindenki öntene egy vájút betonból, és abba beledugna a fejét. Akkor sem lenne belőle. Semmi. Nem létezne Berki Krisztián, hiszen senki nem lenne kíváncsi. Ugye? Az is megoldás. Az is megoldás, hogy kiváljod a szemed. Miért nem vájod ki a szemed? Megoldódna a probléma. Olmot a fülbe, kiválni a szemeket, és Berki Krisztián már nem is számít. 06302010909. Miért nem váljátok ki a szemeteket? Én nem tudom, én kiváltam a szemem. Nem tudom, miről beszélsz. Nem ismerem ezeket. Én a fülemet. Dánkexes doboz, Robi. Megvan az a kerekfém doboz, az igen. Is. De azt az esztétikuma miatt tartjuk meg, azt gondolom. Persze mindenfajta dobozt megtartunk, egy margarinos műanyag dobozt is, mert nagyon jó lesz benne csalamádét tartani. Illetve talán a magyar étkezési kultúrának szerves része az, hogyha kinyitsz egy kártedoros fagyis dobozt, nem tudod, hogy lecsó lesz benne, vagy pörkölt, vagy fagyi. Igen. Ugye? Igen, anyám is mindig ebbe rakja bele a kaját. Tehát, hogy ez ilyen kajás dobozzá vált. Isten, ilyen működik. Doboz, kiválóan működik. Külön kéne forgalmazni. Igen, és hát minden magyar otthonban van egy olyan zacskó, amiben zacskók vannak. Nylon tartalmazó nylon. Minden magyar otthonban egy nylon tele nylonnal. És természetes, és persze, hogy nem vesszük ki belőle a nylont, mielőtt elmegyünk vásárolni, hanem üres kézzel kérünk megyünk, egy ott kérünk egy nylont, hazavisszük, majd a nylon bele a nylonos zacskóba. Na, akkor így a nylonos zacskóba szóra. Folyamatosan gyűlik a nylon zacskó anélkül, hogy mi bármikor is kivennénk belőle egyet, mert valójában nem vagyunk tudatosak egyáltalán, viszont a nylon zacskónak a nylonos zacskóban a helye. Mindent rakjunk rendesen a helyére. A csendes óceánon van egy magyarországnyi szemétsziget, ott tartjuk a szemetet, értem? Nem szétszórjuk mindenhol a bolygón, egy egész magyarországnyi szemétsziget van a csendes óceánon. Az, aki környezettudatos, elviszi oda a szemetjét, és ott rakja le. Azok az oroszlánfókák, akik egy ilyen narancssárga fejjel lefelé centrumos zacskóval a fejükön élik le életük második felét, azok számítanak a Tesco zacskókra is. Tehát nehogy abba hagyjátok ezt a jó szokást. Azért anyámnál én mindig azt láttam, hogy tele van zacskóval a kis akármi a ridikülje, tehát ez a bevásárlás gyakrabban végzőknél ez működik. Nekem is a kocsiban szokott lenni egy ilyen textil zsák, vagy szatyor, vagy valamit. Hát persze, hogy nem viszem magammal, amikor bemegyek az üzletbe. De én is egy állat vagyok. Minden hülyeséget becsomagolunk, minél kisebb darabokban, és azt nézem, hogy mennyi háztartási szemetet tudunk így azért összetermelni. Amire nem tudom, hogy feltétlenül szükség volna el, tehát itt nyomhatjuk azt a képmutatást, hogy én rendelek, meg étteremben eszem, és akkor nem bontok ki annyi dolgot, de hát az étterem is kibontja. Nyilván minél nagyobb mennyiségben kerül az beszerzésre, annál kevesebb a hulladék körülötte, a csomagolás.
De ne szaladjunk bele abba a hibába, hogy azzal, a hibába, hogy azzal pózolunk, hogy én elektromos autóval járok, na de hol tankolod meg? Tehát milyen áramot veszel föl bele? Honnan jön az az áram? Mert trendet lehet, föl lehet ráülni, meg nagyon jó, és minél többen járjunk el így, sőt, én nagyon vágyom rá, hogy elektromos autóm legyen, csak arra jobban vágyom, hogy ez az energia, a zöld energia legyen, amit abba az autóba tankolni lehet. Dániában az energia 98%-a megújuló, úgyhogy ha Dániában veszel egy elektromos autót, csak akkor jó lelki ismerettel nyomhatod a gázpedált. Ja, hát a villanypedált. Igaz. Repülős tárgyak. Ha repülőn életedben először, másodszor, harmadszorra utaztál, vagy úgy érzed, hogy ez egy véges erőforrás, akkor a kis poharat, kis villát, kis kanalat nyilván megtartod. Uh-huh. Ugye? Esetleg a kis párnát és a kis pokrócot, de azt nehezebb lecsempészni a gépről. Egyébként a műanyag kanalakat is megtartom. Az az igazság. Akárhányszor fagyasztott joghurtot eszem, a műanyag kanál az... Mert az egy... Tehát a műanyaggal kapcsolatban az az embernek az élménye, hogy az elöblíthető, elmosható. Tehát, hogy az egy olyan eszköz, amit újra lehet használni, újra fel lehet használni, és hogyha meg már nem újul meg, legalább akkor mosogassam el, és neki dobjam, nem? Az önkényes mérvadóban olyan tárgyak után eredtünk, amelyek díszítik a háztartásunkat szerintünk, amelyekbe belekapaszkodunk, mert egy szimbóluma annak, hogy valamikor megengedhettünk magunknak például egy jó parfümöt, és megtartjuk a dobozát, vagy megengedhettünk magunknak egy díszdobozos viszkit, vagy valaki más engedhette meg nekünk, és megtartjuk, és nem dobjuk ki, és a végén ilyen sörös dobozokkal van kirakva a szekrénysor, ami egyébként eleve a szekrénysor, az nekem egy nyomorúság a gazdálkodj okosan óta, de hát nem könnyen kerülhető el ez a praktikus bútordarab. Arról van szó, hogy felül reprezentáljuk az adott terméket, mint a saját személyünket. Így, amikor az adott termék kiürül, elveszíti a tartalmát, tehát már a termék nincs, már csak a doboz van, az pozícionálódik egy szintre velünk. És ezért tartjuk meg, mert még mindig reprezentál minket, még mindig emlékeztet minket egy olyan presztízs fogyasztásra, ami nem tartozik a szociális nívunkhoz. Megkérdeztük a hallgatókat, hogy ők miket gyűjtöttek. Azt írja Zámbó Balázs, nem keveset. Hahotát, nyugati 033-as üdítős dobozt, Donald és Turbo rágó kis papírjait, és Knight Rider rágó matricáit. Na, ne haragudjál azért, amikor valaki újságot, vagy hahotát, vagy kockást, vagy bármilyen képregényt gyűjt, az azért nem ugyanaz, mint a kiürült viszki doboza. Tehát ott látom a hozzáadott értéket. Ez is egy szemét és fölösleges gyűjtő szenvedély. Ha komplett, ha minden szériából minden darab megvan, és ő ezt katalogizálja, akkor ő egy gyűjtő, de ha egyszerűen van neki egy csomó, akkor nem dobta ki. Jó, de nehogy már ez a szemét és a gyűjtemény között a különbség. De én azt gondolom, hogy az gyűjtemény, hogyha az mind kockás. Hogyha az mindenféle újság így stócokba egymás hegyén hátán, az szemét. De hogyha az mind kockás, vagy mind hahota, vagy mind, nem tudom, Góliát. Nehogy már mindjárt ott tartunk, hogy a kosztolányi összes a szemét. Azért nem áll. Hát ha nincs meg az összes. De szerintem akkor se szemét, hogyha nincs meg az összes. Mert majdnem akkor... összes. De egyébként nem, tehát én azt gondolom, hogy van-e önértéke. Azt gondolom, hogy a viszkis doboznak nincs önértéke. Az valami, amit nem dobtál ki. De egyébként még tudod mit? Még lehet is hasznos, mint doboz. De talán nem véletlen, hogy ezeket a viszkiket ilyen fém dobozban adják. Amit aztán majd legyen szíved kidobni, ha ki tudod. Nem fogod tudni kidobni. Na, a papírdobozban adják, az könnyen széttépi az ember és kidobja. De a fémdoboz, az túl értékes, túl hasznos, túl praktikus, túl alkalmas minden másra. Úgyhogy inkább megtartod, és onnantól kezdve az a cég váltott magának egy reklámfelületet az otthonodban. Ott hirdeti, hogy Valentine's a szekrény tetején. Egy ugyanilyen nagyon ügyes húzás az a reklámszatyor, a jó minőségű papír, márkázott szatyor. Nem is tudom, az unokatesom vett valamelyik repülőtéren egy olyan kabátot, amiért egy lakást is lehetne vásárolni, és hazaküldte a rokonoknak a
az acskót, amit hozzáadtak, mert azzal valaki évekig fogja szkarizni. De ha csak így behunyod a szemedet, és magad elé képzeled néhány kolléganődet, akkor azért megvan a Douglas-os zacskóban behozott fél literes ásványvizesben lévő otthoni tea és a szendvics. Én egyébként egyáltalán nem értem az ásványvizet. Erről egyszer majd beszélhetnénk, hogy az ásványvíz az mire jó. Mert hogy a csapból az nem az folyik, az egy másik víz. Igen, mondják, hogy másik víz, de én meg még soha életemben nem éreztem azt a minőségi különbséget e között a víz között, meg a között a víz között, ami megérné ezt a pénzt. Ami megérné, hogy fölcipeljem 6 literével a 8. emeletre. Tehát azt végképp nem. Meg hogy hazacipeljem a boltból. Most én az első lakom, de nem veszek ásványvizet. Aki viszont vesz, az a 8. lakik. Ezt nem azért mondom, mert a hasamra ütök, hanem mert tapasztalat. Aki vesz, az a 8., de tanulj az okosabbtól. Nem találkoztál még vízszomeliével, hogy elfogadd ezt a kultúrát. Hála Istennek. A vízfogyasztásnak kultúrája van, Robi. Persze, meg a levegővételnek. De tudod, hogy a víz egyébként méreg. Hát meg lehet benne fulladni, az biztos, hogyha eleget kapsz. De arról van szó, hogy mi félünk a csapból folyó víztől. De miért félünk? Én azon nőttem fel. Nem értem. Ami a csapból folyik, az nem elég jó. Nekem a római parti hideg csapvíz az egy ilyen nosztalgikus élmény, ahogy iszom, és egyre jobban fáj a bal szem golyóm mögött valami. Annyira hideg. A csap a szétcsap. Ja. Az a baj, hogy igazából ez az ásványvíz is olyasmi, amire így rászoktattak minket, mert megtanították nekünk, hogy az a víz, az tisztább víz, jobb víz, meg van benne mindenféle ásvány. Volt de ennek egy átmenete, Robi? Valahogy is kellett nekünk ez az ásvány? Tehát arról van szó, hogy ásványhiányosak vagyunk? Vagy valami problémánk van azért? Nem. Arról van szó, hogy rászoktattak minket egy olyan termékre, ami amúgy be van vezetve a lakásunkba, és csak a csapot kell kinyitni, de mi megtanultuk, hogy nem úgy isszuk a vizet, hanem mi azt megvesszük a boltban, és mindjárt termelünk vele egy műanyag szemetet, ami amúgy nem termelődne, hiszen csak a csapot kéne kinyitni és alárakni a poharat. Fordítok egyet a témán, avagy Buchinger Peti fordít. Azt írja a Facebookon, hogy nálunk ősi szokás, hogy a környező családok polcain lévő igazán jó borok a polcon romlanak meg, mondják, abból még nem iszunk, az a jó bor. Ugye, hogy van, aki a legjobbat iszta meg, vagy ajándékozza el először. Ez a ritkán. Valaki pedig, ez én vagyok egyébként, van, aki pedig a legrosszabbat igyekszik elsózni. Ez én vagyok. Én az vagyok. Én a legrosszabbat kidobom. Én az vagyok, aki a legjobbat, azt megtartom az unokámnak, hogy de tényleg... A legjobbat? Hát igen, a legjobbat. De rád rohad. Most igen, tudom. Borokról beszélünk. Én értem, de többet ér a bor, mint én. Hát most így kinyitom a bort és megiszom, annak csak az lesz a következménye, hogy bor nem lesz, én meg leszek. És Ha jó arány képviselsz a kettő között, egyszerre haltok meg, Robi. Igen, de az az igazság, hogy én a bort többre tartom, mint a saját hiú élvezetemet. Tehát, hogy nekem érek én annyit, mint ez a bor, hát ez túl jó ez a bor nekem. Hát inkább majd megkapja valaki, aki igazán tudja értékelni. Vagy majd megiszom valakivel, hogyha visszajön Jézus. Másodszor. Lesz nála 4,5 liter egyből. Akkor kibontom. Jó? Akkor kibontom. Az a megfelelő társaság lesz. Addig meg hát tartom, mert hát bármikor kellhet. Jézus egy magnum palack, Robi. Másfél, ez a 3-6 üveg bor van egy emberi testben. Jó, ez igaz. Meg az az igazság, hogy ha visszajön Krisztus, akkor ő hozza a vérét is mindjárt. Erről beszélek. Azt írja SMS-ben nekünk a kolléga, tévés doboz tartogatása a pincében, azzal az indokkal, hogy a vaterán majd milyen jól el lehet adni 10 év múlva dobozzal. Tehát lehet, hogy igen. Hogy fog örülni neki majd a második vásárló, vagy második tulajdonos, hogy de jó, hogy megkapom a dobozt, én is eltehetem a pincébe 10 évre. Nem arra 3 percre kell, amíg a kocsiból kiveszed meg, amíg a kocsiba beteszed. De szerintem ez a doboz megtartás. Ez annyira kelet-európai, annyira félperifériás dolog. Mert tőlük nem tudom hányszor mindent elvettek. Igen, lesöpörték a padlást, és most már nem csak a viszki, már a viszki is doboz is annyit ér, hogy megtartjuk, mert Isten tudja, hogy meddig lehet nálunk egyáltalán. Majd hülye leszek magamtól kidobni. Nézd meg a kínálatot a szomszédokban Lenke néninek a nagybecsű munkahelyén, vagy nézd meg a YouTube-on a Nőkapult mögött első epizódját, hogy mik vannak a polcon, hányféle milyen választék van, és emellett, amíg ez él a fejekben,
addig inkább ragaszkodsz ehhez a különleges valamihez. De bevallom őszintén, hogy valahogy jobban, többre értékelem ezt a mi kelet-közép vagy közép-kelet-európai létezésünket, szóval, hogy ezt a félperifériás létezésünket, mint hogyha mindig is a fogyasztói társadalom sűrűjében éltünk volna, és ezek a dolgok már semmit nem jelentenének. Hogyha már tényleg azok a szemtelen fogyasztógépek lennénk, mint ami nyugaton van, megveszed, megiszod, dobozát kidobod, hiszen tudod, hogy holnap megint megveszed, azt is megiszod, dobozát kidobod, tehát, hogy bennünk még van valamiféle parlagias, meg provinciális ragaszkodás ezekhez a dolgokhoz, mert hogy az az igazság, hogy kicsit még mindig a Kádár rendszerhez tartozunk. És a Kádár rendszerben ezek a dolgok, ezek többek voltak önmaguknál, jelentettek valamit. Azt érezhettük, hogy kicsit itt a bőrünknél húzódik a vasfüggöny. És azt érezhettük, hogy na, ti ott vagytok, én meg már itt vagyok, félig, kicsit Ausztriában. És az az igazság, hogy ez a hegyeshalmi megálló, ez itt maradt velünk. És még most is azt érezzük, hogy a nyugattól a sógoroktól egy jó kis Ballantine's whisky, az így bármikor jól jönne. Írja nekünk a kolléga Gábor, hogy sziasztok, és nem csak ennyit, az ásványvíz zárt vízrétegből van, nincs benne nehéz fém és szerves hulladék. A csapvíz parti szűrésű kútból van a folyóból, és azt tisztítják meg. Igen, és ha megtisztítják, akkor most mi a probléma? Nekem amúgy semmi, erre írja a másik hallgató, hogy az előregedett rozsdás vezetékeken keresztül jut el hozzá. De hát majd megmosod, nem? A vizet. Ásványvízzel. De rozsdásak a vezetékek? De mert én amikor teletöltöm a csapot, akkor nem látom benne, hogy így belekerült volna bármi szennyeződés. Tehát vagy annál kisebb az a rozsda, és azt az én ne igyam meg? Mert mi lesz? Erre vannak ajánlások, hogy bizonyos településeken nem iszol. 30 éven keresztül ittam csapvizet, most akkor mi lesz? Semmi nem lesz. Hát de értem, akkor viszont meg miért érdemes fölcipelni a hatodikra a 4 liter ásványvizet? Csak érdeklődöm. Soha nem használt tárgyak, kávéskészlet, félig lemerült elem, régi lejárt gyógyszerek. Ezeket például nem dobjuk ki. Illetve apukáknak a gyűjtő szenvedélye, az egyik ismerősömnek a telek sarkában valami 15 darab ilyen 4 négyzetméteres üvegtábla van, mert egyszer egy építkezésen már nem kellett valakinek, fater bedobta a kombiba. Jó lesz az még valamire. De 15 év alatt nem találtak ki, hogy mit épít majd belőle. Na, de a gyógyszerekkel ez teljesen általános, ez az ilyen 6 évenkénti átnézése az összes gyógyszernek és a 4/5-ének a kidobása, mert lejárt. De az ember a gyógyszert tényleg nem dobja ki, hogyha elhasznált belőle nem tudom én 4-et vagy 5-öt. Aztán meg évekig nem kell, mert hát ugye kigyógyult. Szóval ezek olyan, és az egy idő után már az ember nem is emlékszik rá, hogy az most mire volt jó, mert latinul van. Tehát, és az ember ezeket nem jegyzi meg. És egy idő után ott van egy rakat gyógyszer rajta, és az ember még csak nem is függ tőle, mert még ha dobálná. Nem ettem végig a múltkori tájföldi kiruccanásunk után azt a probiotikum kúrát, aminek minden egyes kis tégejében valami 20 millió gombaspóra van baktériumokkal rajta. Úgyhogy valahol a lakásomban van 200 millió baktérium. Abba baktérium, igen. De baktérium. Valami gombám van rajta, gondolom. Tehát, hogy így, nem tudom, azt szállítja. Igen. Én a spóra kifejezésre kaptam fel a fejemet, ami nyilván valami gomba ügy, de baktériumot kéne ennem, úgyhogy feltételezem, hogy ezek ott haverkodnak abban a kis fiolában, amíg én el nem fogyasztom. Terence McKennának az a hipotézise, hogy a gombaspórák szállították el az értelmet a Földre más galaxisokból, vagy más égi testekről. Az a lényeg, hogy a gombaspórák... Ennyire nem tudta feldolgozni, hogy az általános iskolai mi oktatásunk során nem sikerült a növények és az állatok közül egyik kategóriába se besorolni ezeket? Ez az érdekes egyrészt, hogy a gomba az minthogyha nem is a földi evolúció terméke lenne. Mert hogy sem nem növény, sem nem állat, hanem egy teljesen harmadik organizmus. A Terence McKennának az elképzelése az, hogy ezek a spórák az űrből kerültek a Földre, és pedig kifejezetten azért, hogy aztán az ezekből települő gombákat a majom emberőseink elfogyasszák,
és ennek hatására kialakuljon a közösségeikben az úgynevezett nyelv. A fogalmi gondolkodás, a nyelv és a beszéd, ennek a következménye aztán az emberré válás. Tehát a Terence McKenna nem kevesebbet állít, mint hogy az ember nem egyéb, mint egy begombázott majom. Meg vagy... Rámennénk akkor a dal szövegelemzésünkre, amivel minden pénteken jelentkezünk. Ez itt a Szövegtudományi Tanszék az Önkényes Mérvadóban, a 90.9 Jazzin, és itt van velünk a Splash slágere. A lakossági veretés egyik halhatatlanja, a 90-es évek hazai Európop és hát szórakoztató ipari környezet szennyezésének az egyik ilyen nagyon súlyos mementója, ami így visszamaradt, a szókapcsolat, tedd fel a kezed, mert én más vagyok. Mi van? Tehát, hogy ez beégett, tehát ez beégett a 90-es években mindenkinek a fejébe. Ez az összefüggés, ez, amit ide hazudnak nekünk, egy összefüggés, tedd fel a kezed, mert én más vagyok. És nem kerül szóba egyrészt, hogy miért tegyen fel a kezed pusztán, mert te más vagy, másrészt más vagy, mint kicsoda. És hogyan tegyen fel a kezemet? Tegyem a tarkomra, vagy így tegyem fel, hogy köszönöm? Nem, hát tegyem fel a kezem, hogy megadom magam. Tehát ez azt jelenti... Egyébként valószínűleg ő erre gondol, hogyha... Tedd fel a kezed, mert én más vagyok. Tehát ebben benne volt az minden, ami a 90-es években semmire nincs szükség, csak szövegtörmelékekre, hogy azokat a pofánkba szórják. És az már is funkcionálni fog, és az már is el fogja látni azt a szerepet, hogy te így elkezdjed veretni, lemenjél a sarki italkimérésbe, berúgjál, utána elmenjél a kifejezetten a diszkóklubba, és akkor ott te azt tudjad érezni, hogy te más vagy. Tehát ez a más vagy, ez a másság, más vagyok, ez nem az, amit szoktál. Miközben tök ugyanazt kaptuk, mint amit a 90-es években mindig újra meg újra. Megkaptuk az egyik kollégától, hogy reméli, hogy mi önállóan nem jövünk rá, hogy ez a szám szerintem miről szól. Hú, de sutyó ez a szám, te jó Isten, de ez a veretés, ez mennyire hitvány, mennyire alávaló, és mennyire érvénytelen, és mennyire nem is akart semmit, és a 90-es években ennek volt egy felszabadultsága, hogy nem akarunk ettől a számtól semmit, de a semminél is kevesebbet, csak annyit akarunk elmondani neked, hogy mi meg akarunk ebből gazdagodni, te meg táncolj. Ennyit! Azt állítja, hogy ha felteszem a kezemet, mert ő más, akkor jobb, ha ráhagyom, majd ő játszik velem. Tehát itt az önállóságomat és az irányítási kényszeremet szeretné, ha levetkőzném. Nem, ő valójában azt szeretné, hogyha ő írná a kulturális kánont, és nem te. Tehát arról van szó, hogy tegyük félre Márait, tegyük félre Márait, tegyük félre Kosztolányit, és érjük be a Splash-sel. Ezt akarja ezzel elmondani, jobb, ha rám hagyod, majd én játszom veled. Tehát felejtsd el azt a kultúrát, amit ide hoztál, itt ezt most le fogjuk cserélni erre a hitvány alávaló kelet-ukrán szarra. Tehát akkor most azt értjük, hogy majd én játszom veled, azaz nem komoly irodalmat hozok neked, hanem játékot hozok, és ez itt az. Tedd fel a kezed, én abban vagyok más az eddigi dalszövegektől, az Illés zenekartól mondjuk, hogy én csak ennyit szeretném. Hogy én sokkal kevesebbel beérem. Én a valóságot kommentálom éppen real time-ban. A más vagyok az azt jelenti, hogy én előttem mindenki megpróbált valami érvényeset mondani. Én más vagyok. Én egyszerűen csak kitöltöm az időt, a teret, meg a fejedet ezzel a törmelékkel. És ennyi. De és ő szórakoztat, mert játszik. Kit? Mi a bajod a játékkal, Robi? De nekem a játékkal semmi bajom nincsen, velem a Splash ne játszon.
De szabadjon nekem attól még a játékot nem megtagadnom magamtól, hogy ne a Splash játszon velem. Azt állítja, hogy az eszem elvesztem, ha rád gondolok, mert a tied vagyok, jobb, ha engedsz nekem. Tehát egyrészt megfenyeget, nem tudjuk, hogy mi lesz, különben dőbe jövünk, hogyha nem engedsz neki. Uh-huh. Másrészt amúgy oda van érted, hogyha rád gondol. De ez úgyhogy, hazugság. Úgyhogy ha már ő oda van értem, akkor érdemes nekem akkor igen, így beáldozni magamat. Mit egy... vitatkozzak? Tök mindegy, hogy ő tetszik-e. Megint egy nőről van szó, aki nem várja meg, hogy fölszedjed, és így rád mászik, és azt mondja, hogy az eszem elvesztem, ezért jobb, ha engedsz. És engem ki kérdezett? Vagy az én véleményem nem számít? Hogy én most mit akarok egyáltalán? Tehát ez most nem számít. Én tegyem fel a kezem, mert ő más, rám mászik, mert ő az eszét elveszti. Ha ő rám gondol, mi közöm ehhez? Jobb, ha engedek, és mi lesz, ha nem? Ez lehet talán a női megfelelője a parkban ballonkabát alatt mesztelenül magát mutogató úrra? Nem? Ez a kéretlen pasizás. A tüzelő nőstény, amelyik kitört a hagyományos női szerepből, de legalább elsajátított egy nagyon-nagyon agresszív ilyen, de tényleg ezt az ilyen tüzelőszukát, aki ezt a szerepet, akit igazából semmi más nem jogosít fel erre a viselkedésre, mint az a kültel kiveretés, ami közben zajlik. Robi, emlékszel-e arra, és akkor most próbáljuk meg azt nem elfelejteni, hogy 6 óra 12 perc van a világban, és ennek megfelelő karikákról beszélünk, de beszéltünk a szexben arról, hogy te többre értékeled azt, amikor nem te vagy annak az eldöntője, hogy mikor fejezed be, hanem veled teszi meg valaki. Szerinted tudunk 6 órakor erről beszélni? Tehát képesek vagyunk erről így beszélni? Én csak annyiról szeretnék megemlékezni, hogy itt lehet, hogy arra hív fel, esetleg nem egy vadidegen luvnya, hanem mondjuk a barátnőd, akinek igen, ő képzeli magát, igen, hogy ezúttal hadd intézzen elő, ja, és bízd rá, hogy hova esik a vége. Igen, hova gurul el a... labba. Ja, értem. Jobb, ha rám hagyod, majd én játszom veled. Tehát arról van szó, hogy most azt kéri, hogy ne te lökjél, hanem arról beszél, hogy most te vonulj passzivitásba, és ő, de megint csak a férfi szerepet veszi át. De akárhogy is, a férfi szerepet veszi át. Szinte minden zenében ezt valahogy felfedezzük, amit elővettünk. De mindig a libidóval szélhámoskodunk. Tehát mindig ezek a túl feszült, ezek a túl lobbanó, hatalmas, szexuális energiák csapnak át a férfiak feje fölött. És mindig ezzel hűítenek minket, hogy miért még nem láttunk, hogy libidó. Hát biztos azt se tudjuk, hogy miről van szó. Ez valami őrület. Nem, tudjuk, hogy miről van szó, és tudjuk, hogy nem ez. És kéretik vele nem olcsó technót eladni. Itt megjelent a férfi a dalban. Próbáljuk meg valahogy megfejteni, hogy milyennek a funkciója. Amúgy nincs más, amit értelmezhetnénk a dalban, mert a nőjének a refrén, és azt hallottuk, és a férfi, nem is tudom minek nevezzem, dance rap kategória indulója pedig ennyit mond. Tied ez a feeling. Tied az a feeling. Újra ív egy szó. Tied ez a feeling. Tied ez a feeling. Most hát biztos, hogy tudja, hogy az övé ez a feeling. Visszahív egy szó. Újra hív egy szó. Ezt tudták ide írni. De most újra azt mondja egy neked szó. Egy nő, hogy tedd fel a kezed, mert ő más, és akkor most hagyjad magad, mert az övé vagy, meg ő nagyon szeret meg minden, és akkor próbáljuk meg elképzelni, hogy oda jön hozzád Júlia, hogy csak te vagy nekem, nem tudok másra gondolni. És erre azt mondod, hogy tiéd ez a feeling. Visszahív egy szó. Figyelj, megadom a számomat, fel fogsz hívni? Visszahív egy szó. Nem foglak fölhívni. Nem lehet róla, hogy visszahívlak. De mi az, hogy visszahív egy szó? Nem a szó hív vissza, hanem aki mondja. De hát ezt így nem is használjuk. Tehát, hogy ez a nyelvtől is idegen. A szerelem hívja őt. Jaj, de mi az, hogy tied ez a feeling? Mit jelent ez a mondás? Tehát ezt most értelmezzük. Mit jelent az, hogy tied ez a feeling? Az a kérdés, hogy melyik az a feeling, amelyik nem a tied? Melyik az a feeling, amit más érez? Nem a te feelinged? Nem azt mondja, hogy tied ez a feeling, hanem tied ez a feeling, nem az enyém. Amiről az előbb beszéltünk, hogy jött ez a csaj, és így ránk akaszkodik, és mindenképpen akar valamit, hogy tegyük föl a kezünket, mert ő nagyon be van zsongva, és erre jön a rapper fickó, és azt mondja, ne haragudj, de tied ez a feeling, nem az enyém.
Nem lehet, értem, hogy erről... Tehát, hogy arról beszél, hogy semmi közöm a tenyerjedelmet. És fel is teszi a kezét, de úgy, mint a propaganda plakátokon, tudod, a mondj nemet az alkoholra, ahogy így magad elé teszed, hogy köszönöm szépen, tied ez a feeling, nem az enyém. No thank. Már csak a visszahív egy szót kéne értelmezni. Aha. Ez mit jelent, hogy visszahív egy szó? Hát mi az, ami egy szó itt? A splash az egy szó, és a szerelem egy szó. De ez nagy, de annyira sutyó ez a mondás, hogy visszahív egy szó. Nem a szó hív vissza. Ez ugyanolyan sutyóság, mintha azt mondom, hogy leszophatom a szádat. Nem a szádat. Érted? Tehát ez ugyanakkor a bugris bunkóság. És rádióban ilyeneket mondani? Szerintem a nyelvtudatosságnak mindig is itt volt a helye, és itt is lesz. Visszahív egy szó. Nem ő hívja vissza. Nem. Hát ezt nem tudtuk meg. Azt mondja, hogy az eszem elvesztem, rád gondolok, mert a tiéd vagyok, jobb, ha engedsz nekem. Tiéd ez a feeling, visszahív egy szó. Ennyi. Tehát ennél többről itt nincsen szó. Tehát tehát arról van szó, hogy itt van egy egész komplett dalszöveg, amelyik nem akar veled, meg nem akar tőled többet, mint eladni neked egy nagyon sutyó kulturális nyelvet. Egy kulturális élményvilágot, ami arról szól, hogy nem vagy több, mint az ütemvilág, amire éppen vereted. Tehát annyi vagy, amennyi az ütemvilág. És legfeljebb ezt az ütemvilágot színezi vagy árnyalja a te szexuális, aktuálisan feltörő szexuális vágyaidnak az irányultsága. Tehát, hogy éppen milyen nemi gerjedelem fog el téged, milyen nemi jellegre buksz. Itt utalnék a videóklipre, mert ez már a multimédia kornak a terméke. A videóklipben különböző ilyen menükből választanak autókat, és három különböző kocsiban, három különböző társasággal mennek az autóban, és kiteszik a kezüket, mint a hullámvasúton lennének. Ugye, diszkobaleset tematikájú hullámvasút valamelyik tematikus parkban. És ez a készkitétel, ott ők fölteszik a kezüket, na de akkor értelmezzük így, hogy tedd fel a kezedet, mert én más vagyok, nekem ugyanis nincs jogosítványom, vagy pedig jóval, én más vagyok, mint te, mert jóval több drogot fogyasztottam mondjuk az autóba ülés előtt, úgyhogy jobb, ha rám hagyod, majd én játszom veled, az életeddel. Én tényleg mindenhová megpróbálom betenni ezt, hogy miért tegyem föl a kezem, és az miért annak a következménye, hogy ő más. De ez az egész magyar társadalomnak szólt, hogy tedd fel a kezed, mert én más vagyok. Az a hazugság, hogy én nem a Kozsó vagyok, meg nem a Picasso Branch, meg nem a Shy Guys, meg az összes szutyok, amikkel a Kozsó elárasztotta a 90-es éveket. Én más vagyok, ami eleve egy hazugság. És majd én játszom veled. Tehát, hogy arról van szó, hogy ez a nyomorult 90-es évekbeli komcsi vörös tömbből éppen, hogy szabadult szerencsétlen ország, milyen mértékben ki van szolgáltatva ezeknek a kultúrbűnözőknek. És ezek a kultúrbűnözők pontosan tudják, hogy milyen eszközökkel rendelkeznek, és hogy milyen mértékben alá tudják vetni a szerencsétlen magyar társadalmat. És a szerencsétlen magyar társadalomnak beleröhögnek a pofájába, és azt mondják, hogy jobb, ha engedsz nekem. Mert akkor mi lesz? Mert akkor nem engedik el az államadóságot? Vagy akkor mi lesz? Akkor mi fog történni? Akkor újra megszáll minket majd a mongol, vagy a török, vagy az orosz, vagy a német? Vagy mi történik? Tehát, majd én játszom veled. Tehát ne játszanak velünk. Tehát, hogy ez az érzés, ami folyamatosan követ minket, hogy mindig jön egy újabb pofa, és azt mondja, hogy majd én játszom veled. Te csak ne törődj. Majd én játszom veled. És azt szeretnénk, hogyha ennek a játéknak lenne most már vége. Nem játszanának velünk. Hagynának minket békén. És akkor játszunk, ha majd mi akarunk, jó? Azt írja Gábor a Facebookon, a Szeretni bolondulásig című film ilyen nőkről szólt, mint amit ez a dal leír. Az Amelie csodálatos életének az árnyoldala, amikor ugyanaz a bolond nő viszonzatlan szerelemben ragad. Na jó film egyébként, az kifejezetten arról szól, hogy milyen őrültek tudnak lenni a nők, hogyha ilyen megszállottan akarják a pasit. Egyébként a végzetes vonzerű a Glenn Close-zal, meg a Michael Douglas az ugyanerről szól, és ugyanezt mutatja meg, hogy így egy nő az... Az a nyúlfőzős film. ...hisztérikus lesz, megőrül, én nem emlékszem, hogy nyulat főznének benne. Macskát? Egy ilyen thriller, tehát hogy egy ilyen megcsalós szerelmi dráma, ami egy ilyen thrillerbe fordul át.
Na most azt írja Dávid erre, hogy az egyetlen igazi magyar meleg himnusz. Na, az, hogy más vagyok, akkor nézzük meg így ezt a szöveget. Tedd fel a kezed, mert én más vagyok. Tedd fel a kezed, ez azt jelenti, akkor hogy ne védd a genitáliáidat, mert én más vagyok. Mert rámennék. Igen. Aha. Igen. Igen. Na, ez a tiszteld a másságot. Ez azt jelenti, hogy tedd fel a kezed, mert én más vagyok, hogy itt, ebben a helyzetben te neked meg kell adnod magad, mert különben homofób vagy, különben nem tiszteled a másságot. Ez a másság, ennek a megadás kell, hogy szóljon. Na jó, de hogyha itt az azonos neműeknek a szexuális szokásairól beszélgetünk, akkor miért egy nő énekli a refrént, és miért egy férfi kezd el utána búgni, hogy tiéd ez a feeling? De én meg azt gondolom, hogy a nő meg a férfi ugyanannak szól neked. Tehát hidd el, hogy ők szövetségben követik el a bűncselekményt. Jó, hát amíg én a négy fal között fejezem ki a nem tetszésemet az ilyen slágerek iránt, és nem megyek ki velük tüntetni, addig nincs velem bajuk, gondolom. Ők nem egymással kommunikálnak. Ők együtt próbálnak meggyőzni téged, tehát tulajdonképpen partiba akarnak téged vágni. Te a nőnek igent mondasz, de aztán mindkettővel együtt kell, átvészelni. A Darth Vaderrel is? Az éjszakát. Igen, igen, igen. Hát hiszen visszahív egy szó. Szóval azt kell érteni, hogy itt valami olyasmibe visznek bele téged, amiről te nem tudsz. Az elején egy ilyen nő azt mondja, hogy nem bírja nélküled, de közben itt van velünk egy csávó, aki azt mondja, hogy visszahív egy szó. Tehát, hogy eleve erről a csávóról nem volt szó. De hiányzott valakinek? Igen, vagy azt mondja, hogy kettőször elénekli, hogy tedd fel a kezedet. Majd jön egy ilyen kis köztes rész, amikor csak azt mondja, hogy tedd fel a kezedet. Még kétszer elénekli, hogy tegyem fel a kezemet. Már itt nagyon sokat szóra már azt mondom, hogy tudod mit, anya, fölteszem én a kezemet. És akkor előjön a szekrényből egy csávó, hogy tiéd ez a feeling. Hú, mondom, hello. ez hogy volt? Ő ki? Tehát szó nem mutatkozzunk be egymásnak. Szó nem volt csávóról, már benne vagy az aktusban, már benne vagy a csajban, és akkor hirtelen megáll mögötted egy csávó, és azt mondja, hogy tiéd ez a feeling, visszahív egy szó. Mi a csuklás, mi a tüsszentés, és mi az ásítás? Ezek reflexszerű műveletek, amelyeket végzünk, de nem mi végezzük, hanem elszenvedjük. Nem, persze nem szenvedés, de történik velünk. Tehát a csuklás, a tüsszentés és az ásítás azok olyan cselekmények, amelyeket nem szándékunk szerint, hanem természetünk szerint végzünk. Nem akarjuk csinálni, hanem önkéntelenül történik velünk. Reflexek. De másfajták, nagyon másfajták. Például érdekes, hogy a csuklás, tüsszentés, ásítás közül az ásítás az, amit lehet szándékoltan csinálni. Épp csinálom. Tehát, ha akarsz ásítani, akkor tudsz ásítani. Tehát az ásítás az olyan, hogy van, hogy az emberre rájön, és csak úgy ásít, mert jön. De nem muszáj. Tehát az ásítás az olyan, amit nem muszáj csinálni, tehát ha nem akarod csinálni, azt vissza tudod tartani, nem úgy, mint mondjuk a csuklás, vagy a tüsszentés, ami nem, egyszerűen nem, az ásítást úgy tudom visszatartani, hogy kiszélesítem az orjukomat, és látszik a fejemen, hogy épp elnyomok valamit. Az ásítást azt nem csak visszatartani tudod, persze valami látszik a fejeden, hogy valami éppen zajlik belül, mert belül akkor is valamiféle ásításszerűség zajlik, csak azt te odakint nem követed le, viszont ha akarsz, tudsz ásítani. Tehát bármikor, főleg ha fáradt vagy, ha akarsz, tudsz ásítani. Ugyanakkor nem tudsz tüsszenteni, hiába akarsz, tehát az nem olyan, ahhoz nem elég a szándék, hanem ahhoz az ornyálka hártyának az irritációjára van szükség, és akkor viszont meg nem tudsz nem tüsszenteni. Az megvan, hogy az embereknek körülbelül a 20% a napban nézős tüsszentő, és a többi nem? Ez mit jelent? Az, hogy ha majdnem tüsszentened kell, és belenézel a napba, akkor azonnal tüsszentesz is egyet. Komolyan? Én igen, te nem? Én még sosem próbáltam ezt ki. Én különleges vagyok. Tedd fel a kezedet. De az igazság, hogy... De akkor azt mondod, hogy te a 20%-hoz tartozol, és... Mit tudom én mennyi, de azt mondom, hogy én tüsszentek, ha belenézek a napba. De nem tudsz bármikor tüsszenteni, ha belenézel a napba. Nem, éjszaka például nem. Nem, ha fönn van a nap, nem elég belenézned a napba, hogy tüsszents. Hát meg ha 2 másodperce épp tüsszentettem, akkor egy ideig így jól vagyok, gondolom, mert nincsen irritáció a nyálkahártyán. De ha nyálka nincs irritáció a nyálkahártyán, hiába nem nézel tüsszentek. A napba, világos. Tehát az irritáció a nyálkahártyán az ugye kell hozzá. A csuklás az meg... Annak azt nem tudom, a karatárosz felé, és azt próbálja így a rekeszizomnak a görcse visszaállítani. Hogy
Igen. Most megmutattam, hogy tehát, hogy a csuklás, a csuklás... Hát, ha valaki még nem hallott csuklást. Ha valaki nem bírja abba hagyni a csuklást, arra is vannak módszerek, ez például a citromlé. A citromlé az olyan, citromnak a leve, vagy Olympus citromlé, az bármikor leállítja a csuklást. Tényleg. Tehát ez egy kipróbált módszer, nálam mindig működik, gyerekkorom óta. Tüsszentést illeti. A tüsszentés az egy mechanikus, az egy mechanisztikus jellegű probléma, amit az ornyálkahártya irritációja okoz. Ennek megfelelően a tüsszentés után meg is könnyebbülsz. Persze van tüsszentés roham, ami után nem tudsz, és egyébként szerintem ide kéne negyediknek hozni a köhögést, mert a köhögés is. Na, ezekről beszéljünk. Egyrészt vannak azok az emberek, akik hármasával vagy kettesével tüsszentenek, de szinte mindig. Tehát vannak ilyen egyes, kettes, meg hármas típusú emberek. Minden esetre a tüsszentéstől a megkönnyebbülés az realizálódhat, a csuklástól nem. Tehát hiába csuklasz, a csuklás az nem könnyebbít meg. Tehát nem az van, hogy na most csuklottam egyet, helyreállt belül a, mit mondtál, garat, vagy mi? Hogy az ott belül helyreállt anatómiailag, és akkor most már kicsuklottam magam. Tehát nem ez van, hanem rád jön a csuklás, és onnantól csuklasz, amíg meg nem állítod. Én ha nagyon gyorsan kezdek el mondjuk csípős lecsót, vagy mexikói kaját enni, akkor szinte az első falat előtt elkezdek csuklani, és akkor negyed órán keresztül te ott aztán varázsolhatsz, meg sámálozhatsz, én csuklani fogok. Levegő visszatartással lehet a csuklást ezt elállítani. Ezt is próbálgatom, meg ijesztettek régen, de nem, csuklok kész. Igen, de én tudok olyan módon koncentrálni, hogy leállítsam a csuklást. Az enyémet is? Nem, a tiédre annyira nem tudok. Elég béna most, vagy. Na most az ásítás, az olyasmi, aminek a legtöbb köze van, vagy a legszorosabb kapcsolata van a szándékkal, meg a cselekvéssel. A többi az meg így egyszerűen megtörténik. Ami a köhögést illeti, a köhögés az tulajdonképpen nem egyéb, mint egy öklendezés roham. Tehát, hogy a köhögésnek a köhögés mélyén mindig ott van az öklendezés, és általában a köhögési rohamnak a végét az öklendezés képezi. Tehát addig köhögsz és köhögsz, amíg a köhögési roham egy öklendezésig nem jut, és a végső köhögés már egy öklendezés, és az egy rohamnak a lezárása. Aztán persze bele lehet kezdeni a következő rohamba, amíg megint egy öklendezést ostromol. Minden esetre a köhögési roham általában így folyik le. És ezt is nagyon nehéz elnyomni. Nem is olyan régen, mondjuk tavaly ilyenkor megpróbáltam végighallgatni Liszt Ferencnek a Transzcendens etüdjeit a MÜPÁ-ban, és az első 40 percet azzal töltöttem, hogy emberek halálát elképzeltem pusztán azért a bűnükért, mert köhögtek egyet. Körülbelül 2-3 másodpercenként elhangzik egy köhögés, annak ellenére, de szinte minden koncerten, ez gyerekkorom óta hallom, annak ellenére, hogy az elején külön felhívják a figyelmet, hogy mit tudom én, rádiófelvétel készül, vagy akármi. És így úgy voltam vele, hogy tényleg, hogyha valaki nagyon beteg, vagy ennyire szörnyű, akkor miért jön oda, meg mit tudom én. És a második részében a koncertnek köhögtem egyet én is. Ugye a 90. perc környékén, és akkor ott újra kellett magyarázni az egész jelenséget, és a következő megfejtésre jutottam, a Bartók Béla Nemzeti Hangverseny teremben körülbelül 1500 ember ül, ha mindenki csak egyszer köhög szépen elosztva, akkor 3 másodpercenként fog valaki köhögni. Jó, hát ez viszont azt jelenti, hogy az egész csürhét ki kéne onnan tiltani, hogy a rádió felvétel az csendben is normálisan lefoljon. Bár mi lesz, hogyha mondjuk köhög egyet a hegedűs, vagy a zongorista, esetleg a karmester. Ezeket is ki kéne onnan zavarni. Itt ki vannak, a helyére. A zongoradaraboknál ki vannak, ott csak egy zongorista van, és akkor ő esetleg nem köhög. Hát ne köhögjön, hát ha szabad kérnünk. Most vagy már bírja pedig, ki, ha egyedül lesz. Igen, vagy pedig lecseréljük egy Panasonic készülékre. Vagy mi lenne, ha mind az 1500 ember zongorázna, mert ezek szerint akkor nem köhögsz? Nem, egyáltalán nincs ilyen összefüggés. Nincs ilyen összefüggés? De olyan összefüggés van, hogy a gombák tudatossághoz vezettek a sci-fi író szerint. Én nem állítom, hogy van ilyen összefüggés, én csak azt mondom, hogy a Terence McKenna az feltárt egy ilyen összefüggést, feltételezett egy kapcsolatot, és nincsen rivális elmélet, vagy hát nem nagyon van rivális elmélet arra vonatkozóan, hogy hogyan ébredt tudatra az ember. Azt mondja, hogy a gyűjtő szenvedélyhez a hallgató, én pénzt gyűjtöttem, de nincs meg az összes. Nem tudta mindet összegyűjteni. Aztán azért teszünk el egyik kollégánk szerint
mindenféle parfümös dobozokat, mert a doboz is ki van fizetve. Na hát igen, de ez is megint ez egy jó mentalitás a kelet-európaiságunkat jelzi jól. Aztán az a durva, írja a hallgató, hogy lakást vásárolunk vagy átépítünk 300 ezer forint per négyzetméter áron, hogy legyen hova pakolni a sok kacatot, amit nem használunk. És de ilyen a kacat az autó tartozik, is. Hozzánk tartozik a kacat, tehát hogy azt kidobni az egy kicsit olyan lenne, mintha saját magunkból kéne egy darabot kiválnunk, nem áll szándékunk. Az megvan, hogy mondjuk az átlag magyar autó, személyautó, az mondjuk 11 éves, és akkor mondjuk ennek az értéke lehet ilyen 900 ezer forint, na de mondjuk egy új Suzuki-nak olyan 3 millió forint körül lehet az értéke, de egy garázs az 4. Ez hogy van? Hát, de hogy veszek egy garást, ami drágább, mint az autó, amit bele szeretnék tenni? De ez az öröklakás fogalmával függ össze például, hogy így az a biztos, ami az enyém. Magyarországon például egyáltalán, meg amit már megettél. Egyáltalán senki nem úgy gondolkodik, ahogy mondjuk Amerikában, vagy akár Nyugat-Európában, hogy kell egy bérlemény. Bérlek egy lakást, én abban lakom, ki tudom termelni a munkámmal azt a költséget, amiben a bérleti díj kerül, és ez így nekem jó. Hanem a magyar ember, hogyha ilyen körülmények között él, akkor egy folyamatos létbizonytalanságot érez. Úristen, mi van, ha elvesztem az állásomat? Akkor megyek az utcára, a híd alá kerülök, a híd alatt kell aludnom, hanem akkor meg kell vennem a lakást, tehát tulajdon kell, saját tulajdon, mert mi itt megtanultuk, hogy itt 20-30 évenként lesöprik a padlást, 20-30 évenként elvesznek tőled mindent, semmi nem biztos, az a biztos, ami a tiéd. Sajnos ez a gyökere ennek. Igen. Azt írja Tudós Gábor, azon gondolkodom, van-e annál ízléstelenebb, alacsonyabb létforma azoknál, akik az energiaitalos dobozokkal telerakják az üvegajtós diófa szekrénysort. Nagyon szép kép. De hát az energiaitalos doboz az teli vagy üres? Ez a kérdés. Hát nyilván üres. Azt írja volt kollégánk Dani, az én faterom a színes tévéket nem dobja ki akkor se, ha 100 kiló, és távirányító sincs hozzá. Neki beragadt még a 80-as évekből, hogy a színes tévé az akkora érték, hogy az csak a kiváltságos embereknek lehet. Így van kb. 5 használhatatlan színes tévéje, és mindig úgy mondja, hogy színes tévé. Azt mindig hozzáteszi, hogy színes. Elhozott valahonnan egy olyat, hogy bele van égve a kamera képe, mert valami biztonsági kamera volt rajta 1000 évig, és látod a kamera képét beleégve. De mindig hozzáteszi, hogy működik, nem? Nagyon aranyos. Van ilyen rokon szerintem minden családban. És végül Fényi Robi írja, kedves Puzsér úr, szeretettel meghívom kis tarcsára hozzánk egy ásványvíz kontra csapvíz deathmatchre. Fogadok, hogy ásványvíz pártivá válik. Na igen, a pesti víz az nagyjából iható, de bizonyos településeken ez a vívmány ez így nem elérhető. Van Magyarországon olyan település, ahol nem iható a csapvíz? Hát én erről nem tudok. Hát azért ez nem Egyiptom, azért könyörgöm, nem a harmadik világban vagyunk, hogy ne lehessen meginni a csapvizet. Rosszul is néznénk ki. Arról beszélgettünk a műsor elején itt az önkényes mérvadóban, hogy mik azok a tárgyak, amelyeket nem dobunk ki, pedig szemét, a rengeteg üdítős doboz a szekrénysor tetején, a fémdobozos viszki emlékül, hogy egyszer megengedhettük magunknak, de csak egyszer, és ettől félünk. Régi mobiltelefonoknak a töltői. Az egész mobiltelefont megtartjuk szerintem. Meg a mobiltelefon, de minden tartozik, minden már nem létező eszközhöz való töltő tartozik. És doboza. Igen, és a dobozok, hát a doboz, hát a mobilos doboz, mert hát az olyan jó karton doboz, bármire jó, semmire. Befőttes üveg, ki igen, tudja mikor spárga. Kell vizsgálatra menni, igen. Spárga, gumi, igen. Jegyek, a régi koncertekre való, meg mozi belépő, minthogyha, meg színház belépő, azok a csomagoló papírok, amik így karácsonykor így rajtad maradnak, meg azok a zacskók, ilyen papírzacskók, amiket nem dobsz ki, mert hát olyan szép, színes, meg olyan vagy olyan papírból igényes. Van. Igen, és papírból van. És annyi minden ilyen eszköz, ami meg ilyen fölösleges csetresz, amit mégse dobunk ki, mert hát ha majd egyszer jó lesz valamire, nem lesz. Soha nem lesz jó. Én azt gondolom, hogy ezt a szavannáról hoztuk. Ezt a gyűjtögető ösztönt. Tehát, hogy bármi, ami valamire jó lehet, valaha egyszer, azt azért
vegyük magunkhoz, vigyük magunkkal, mert nem nincs nálam, talán majd másnál lesz, talán majd másnak segít, nem nekem, talán még szükség lehet rá, milyen jól fog jönni akkor, és egy csomó, mint csomó idő, csomószor eszedbe jut, hogy így, na ha most meg lenne az a nagyon jó viszkis doboz. Jaj, de jó lenne. De hát... Képzeld el azt a pillanatot, amikor felszámolod a VHS gyűjteményedet otthon, kidobod az összes kazettát, kettő kivételével, amin lovagol az öcséd, tudod, meg amin a nagymama születésnapja látható, vagy a mama helyén marad, vagy valami hasonló, és még egy kazettát megtartasz, a tisztító kazettát, de a videót kidobtad 99-ben, amikor a DVD játékost a helyére állítottad. Igen. De a tisztító kazetta az kell lenni, az bármikor mi lesz, ha egy koszos videót találsz valahol, akkor mit fogsz csinálni, ha nincs tisztító kazettád? És ez a végtelen mennyiségű CD, meg ez a végtelen mennyiségű írott CD. De ilyen PC World mellé. Amikor már fönt van a neten online minden, plusz letölthető minden, tehát minden fönt van és minden. 1995-ös DOS-os server programok CD lemezei százasával. Igen, igen, igen. Ez amire semmi szükség. Meg a gyúrópad, amit megvettél, amikor elhatároztad, hogy fölgyúrod ennek magad. Ennek a szobabicikli aztán... szerintem a szobra magyar társadalom. Beraktad a nappaliba, és azóta is ott van, és azon teregeted a ruhát. Mert nem gyúrsz rajta, mert nyilvánvalóan 3 napig tartott a lelkesedés, és azóta is ott van, és ott foglalja a helyet, és emlékeztet arra, hogy valaha valaki más akartál lenni, mint aki most vagy. Valaki mesélte, hogy elkezdtek kaport termeszteni a kertben. Én meséltem. Ezt te mondtad, akkor elmesélnéd nekem? Hát az történt, én nem termesztettünk, hanem mint gyomnövény elárasztotta a veteményest a kapor. Egyszerűen mindenhol kapor nőtt, dehogy is termesztettük, egyszerűen csak mint gyom elterjedt, elburjánzott a kertben a kapor. Az anyám meg azt mondta, hogy ez kapor, ez egy nagyon jó, ebből nagyon finom mártást meg főzeléket lehet enni, és így úgy szüretelte le, mintha csak termesztettük volna. Tehát mi nem vetettünk, csak arattunk, és a hűtőládát telerakta kaporral, és minden héten kaprot kellett enni, és annyira hitvány, és annyira utálom, és folyamatosan enni kellett a kaprot, meg persze tök főzelék, mert ahhoz ott a kapor, már van kapor, és akkor legyen tök főzelék. És elegem lett a kaporból, és aztán természetesen le kellett írtani a félkertből a kaprot, hogy ne legyen több, hogy jövőre már ne teremjen, de így is valami 4 vagy 5 éven keresztül tartott. Azt írja Lőrinc János a Facebookon, hogy én egyébként hiszek abban, hogy a fogyasztói társadalomban a lehető legfontosabb lenne minél több mindent újrahasznosítani. Szerintem létre kellene hozni egy külön tudományágat arra, hogy mit, hogyan lehet újrahasznosítani, és eleve úgy kellene legyártani minden csomagolást, használati tárgyat, hogy valamilyen módon újrahasznosítható legyen. Nem biztos, hogy nálad, tehát kellene egy ilyen online szféra arra is, hogy ami nekem itt van és nem akarom kidobni, az kell-e valakinek, akinek most hasznos. De itt most van egy koszos videója. Most mondjuk. Már arról beszélünk, hogy a műanyagot nem lenne szabad használni, mert itt valójában a műanyag az, ami nem újrahasznosítható. A műanyag az nem bomlik le, az nem újrahasznosítható. Van egy csomó minden, papír újrahasznosítható, üveg újrahasznosítható, egy csomó anyag újrahasznosítható. Ami nem, az a műanyag. Tehát arról van szó, hogy a műanyaggal kéne leszámolnunk. Tehát ez a vegyipari termék, ez ami a kőolaj megszelídítése, és bármilyen tetszőleges használati tárgyá formálása, ez az, ami a körmünkre fog égni meg a bolygóira. Az egy probléma, hogy a műanyag az nagyon sokáig nem bomlik fel. Legyen ez egy feature, olyan dolgokat gyártsunk belőle, aminél az a funkció, hogy sokáig tartson. Amit soha nem használunk el. De nem, hát nincs nem tudom, időkapszula. Hát én meg azt gondolom, hogy ki kéne vonni ezt. Tehát, hogy fel kéne ismerni, hogy ez a műanyag, ez nem bolygóbarát, és le kéne szállni erről a műanyag autóról, vagy vonatról. Tehát tudomásul kéne venni, hogy ez nem barátja a bolygónak, és egyszerűen el kéne hagyni. Én azt gondolom, hogy ez lenne a megoldás. Hát igen. Mert nincs olyan termék, érted, Oszi? Ami örökké tart, vagy amit a nagyon tartós terméket mondjuk használod 25 évig, és utána mi lesz vele? 200 000 év, amíg lebomlik. A nap üzenete Buchinger Petitől lesz, hogy nálunk ősi szokás, hogy a környező családok polcain lévő igazán jó borok a polcon rohadnak meg. Mert azt mondják, abból még nem iszunk,
az a jó bor. Igen, én is ugyanez, én ez fertőz. Vagyok. Én ez abszolút, tehát hogy én ez az ilyen észak-balkáni, ilyen kicsit nyugat-ukrán világ, ez a bor, ez túl jó nekünk. Tehát én magamat nem tartom annyira, hogy azt a nagyon jó bort megigyam. Viszont úgy vagyok vele, hogy bármikor visszajöhet a Jézus Krisztus, és akkor mondjuk nyitni kell, vagy mit tudom én, tehát történhet valami nagyon nagy esemény, de nem tudom, hogy minek kell történnie. Tehát túl kell élnem egy infarktust, és az orvossal már szabad meginnom? Vagy mi az az esemény, aminek meg kell történni ahhoz, hogy az én életem érjen annyit, mint az a bor? Hát ez volt az önkényes mérvadó innen a Mon Parkból ezen a héten, és erre a hétre ennyi volt Puzsér Robert és Horváth Oszkár és a Jazzin ez a műsor. Köszönjük, hogy velünk vagytok. Búcsúzunk a Mon Parktól, köszönjük az egy hétig tartó figyelmet és jelenlétet, és a jövő héten folytatjuk a műsort. Újra a stúdióból úgy, ahogy eddig. Kellemes hétvégét kívánunk. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándort, Dénest és Annát várjuk vissza minden hétköznap 17 órától itt, a 90.9 Jazzin, az önkényes mérvadóságában.